2004. május 1-én az egész ország, tehát Tiszafüred lakossága is megünnepelte, hogy hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz. A régi piac téren tartották meg az ünnepi rendezvényt, ahol elsősorban helyi művészeti csoportok műsora szórakoztatta a város lakóit. Az eseményről készített tudósítást a Phoenix Televízió 2004. május 5-én sugárzott műsorában láthatták a tiszafürediek. Holnap új időszámítás kezdődik. Írták április 30-án a napilapok. Május 1-én, szombaton reggel azt láttuk, hogy a nap kicsit fátyolosan, de mégiscsak világít és melegít, a madarak ugyanúgy csiripelnek, az orgona ugyanúgy illatozik, tehát nagy változás nem történt. Miért hát ez a nagy ünneplés? 2004. május 1-én Magyarország 9 másik országgal együtt csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek a szövetségnek a gondolata a II. Világháború után született meg, ahol egy, közös, békében élő európai nemzetet álmodtak meg. 1957-ben egy gazdasági közösség, majd 1992-ben az Európai Unió alakult meg, eddig 15 állammal. Május 1-én Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia területével, lakosságával, kultúrájával gazdagodik a szövetség. Európa és Magyarország sok városához hasonlóan Tiszafüred is ünnepi műsorral köszöntötte szombaton az Európai Uniót és a 10 ország csatlakozásának napját. Színes vásár és műsor szórakoztatta az érdeklődőket a város központjában. A megjelentek köszöntése után a jelenlévők a himnuszt és az örömódát hallgathatták meg. Európa és Tiszafüred lakói az ünneplésen kívül élték saját életüket, például megházasodtak, így Pintér Erika polgármester ünnepi beszédét vidám lakodalmas zene kísérte. Az ünnepi műsorok kavalkádját az ifjúsági fúvószenekar és a Sirius Majore csoport nyitotta meg. A Kyokushin karate bemutatót lélegzett visszafolytva figyelték kicsik és nagyok. Az Extreme Dance Team, a kerékpáros akrobaták, a néptáncosok műsorát már többször megcsodálhatták Tiszafüred lakói. Ezek mögött a teljesítmények mögött mindig ott áll az elhivatott mester, edző, pedagógus, aki összetartja, vezeti, ösztönzi, gyakran évtizedeken át a tanítványokat. Ezeknek a mestereknek, tanítványoknak, fiataloknak a lelkesedését, tenni akarását, erejét és szorgalmát hoztuk magunkkal az Európai Unióba. A műsor közben venni és hazavinni is lehetett ezt-azt, kosarat, zoknit, papucsot, videókazettát, kinek-kinek ízlése és pénztárcája szerint. A szombat estét egy hangulatos zenés mediterrán műsor, a Papa Blues Band, majd a tűzi játék zár. Thank you.
Köszöntöm a Fönix Televízió nézői nevében Varga Mihály országgyűlési képviselőt. Sokat látjuk mostanában a városban, és köszönjük, hogy megtisztelte jelenlétével most is a kisebb városi ünnepséget. Itt Tiszafüreden elsősorban a munkanélküliség, illetve a mezőgazdasági termelés kiszámíthatatlansága az, ami az embereket foglalkoztatja. Kérem, mondjon néhány biztató szót, hogy talán valamit változik ez a nem túl vidám helyzet. Nagyon remélem, hogy így lesz. A mai nap ugye az Európai Uniós csatlakozásról szól, és azért csatlakozunk Európához, azt reméljük, hogy a mindennapjaink is könnyebbek lesznek, a megélhetésünk egyszerűbbé válik, biztonságosabbá, kiszámíthatóbbá. Ezt remélem ezen a két területen is, remélem, hogy a magyar gazdák, azok nem a vesztesei, hanem a nyertesei lesznek ennek a csatlakozásnak. Az elmúlt hetekben több agrárdemonstráció volt, a gazdák azt kérték, azt követelték a kormánytól, hogy azt a támogatást, amit a nemzeti hatáskörben meg lehet kapni, azt már kapják meg. Ugye Szlovákiában már olyan helyzet van, hogy az ottani termelők, az ottani gazdák már ezt a támogatást megkapták. Magyarországon sajnos még a rendszer nem épült ki, még mindig késésben van ebből a tekintetben a kormány. Reméljük, hogy a csatlakozás követően most már hamarosan a gazdák megkapják az őket megillető támogatást. Ami a munkahelyek biztonságát illeti, hát ebben a tekintetben az elmúlt időszakban sok minden nem történt. Én azt remélem, hogy az Európai Unió határnyitása vagy lehetőségei, azok szélesítik az itteni befektetési lehetőséget is. Tehát abban bízok, hogy Tiszafüred tekintetében is több olyan vállalkozó jelentkezhet, aki eddig esetleg a uniós határok miatt maradt távol ettől a térségtől. Ez persze arra van szükség, hogy segítséget kapjunk, hiszen önmagában a terület megközelíthetősége, elérhetősége az önkormányzati hatáskört meghalad. Remélem tehát, hogy egy olyan kormányzati program születik, amelyik a vállalkozókat ide tudja terelni, tudja segíteni ebbe a térségbe. A sok tiszafüredi járókelő és nézelődő között Kis Jánost és családját találtuk meg. Kedves édesapa, hogy érzi magát ezen a május 1-én, ezen az új május 1-én, amely az Európai Uniós csatlakozásról szól? Hát nagyon szépen köszönöm, jól érzem magam ezen a május 1-én. Ez egy kicsiben, nem kicsiben, nagyban különbözik az eddig eltett május 1-től, mivel hogy ma 0 órától az Európai Unió tagjai vagyunk, mindannyian magyarok, meg még 9 másik európai ország. És remélhetően ezentúl sorsunk, munkánk mind jobbra fordul, mivel hogy egy nagy közösségnek lettünk tagjai, és együtt próbáljuk ezután hatékonyabbá tenni munkánkat, és az érvényesülésünk meg remélhetőleg jobban fog sikerülni. Saját személyes életében vagy munkájában milyen tervei vannak? Véleményem szerint a saját munkámban ez lényeges változást nem fog hozni egyelőre még, ez hosszú távú folyamat lesz mi nálunk. A kereskedelemben dolgozom, úgyhogy biztos a régi kerékvágásban folytatódik a munkám tovább remélhetően, de majd mikor már itt is jobban érvényesülnek az Európai Unió szabályai és hatékonyabb munkája, meg remélhetően a mi munkánk is más mederbe fog terelődni. A nagyfiú Kis Balázs az Rényi Ilona általános iskola tanulója, és csodálatos versmondó és mesemondó eredményei vannak. Balázs, te mit tudsz és mit hallottál az Európai Unióról? Az, hogy egy nagy európai közösség, több európai ország csatlakozott bele, és most, május 1-én Magyarország, és még ahogy apukám is elmondta, 9 ország csatlakozik belé, és a határok megnyílnak, és nagyobb lesz a kapcsolat közöttünk és az Európa között.